A középiskolásoknak szóló programban négy sportágban, labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda mérték össze tudásukat a Nagykun Református Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium, a Karcagi Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium, a kisújszállási Móri Zsigmond Református Kollégium, a Török Szent Miklósi Református Oktatási Központ, valamint a Mezőtúri Református Kollégium leány és fiú csapatai. Mind a Szent Anna is lányok, mind a református gimnáziumba járó diákok számot tudtak arról adni, és a srácok is, hogy nagyon kemény munka van ám egy ilyen játékosnak tűnő mérkőzésben. Benne van a nemes versengés, benne van az összpontosítás, benne van a csapatmunka, az egymásra utaltság, benne van az, hogy én is csak akkor lehetek sikeres, hogyha a csapatom támogat, és én is a csapatnak aktív és támogató tagja vagyok. A sport megtanít erre, különösen az ilyen csapatjátékot tanítják meg a fiatalokat arra, hogy sokkal jobb, hogyha van kire számítani, van kibe kapaszkodni. Ha az életben nehéz helyzetbe kerülünk, akkor is vannak csapattagok, akikre támaszkodhatunk. És ez már diákkorban jobb, hogyha beívódik az emberbe, és nem a közösségi médiában, nem a virtuális világban keresi a szövetségeseket, a társakat, a barátokat, mert ott nem talál valódiakat, valódi húsvér barátokat csak itt a közösségben tudunk találni. És köszönöm szépen nagy tiszteletű Konstibor Esperes úrnak, hogy hozzájárult ahhoz, hogy az általa fenntartott létesítményben folyhattak ezek a nemes versengések, és ahhoz is, hogy itt a mai napon a Szent Annai műfüves pályáján olyan színvonalú mérkőzésnek lehettek tagjai a fiatalok, ami vissza fogja őket vonzani a pályára. Lehet, hogy ma még valaki csak próbálgatja a szárnyait, és egy pár év múlva egészen komoly mérkőzéseken fogjuk majd viszont látni a fiataljainkat. A döntőknek Mezőtúr, Kisújszállás és Karcag adtak otthont. Véget ért egy rendezvénysorozat, a Jászkon identitást erősítő Jászkon tornának a futball, kispályás futball mérkőzései zajlottak a mai nap folyamán. Mind a leányok, mind a fiúk, mind pedig a polgármesterek és a kormányhivatal munkatársainak a közreműködésével. Én azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas napon vagyunk túl, ahol mindenki bebizonyította, hogy magának a sportnak, a szabadidő aktív eltöltésének a szerelmese, és ez egy olyan közösség kovácsoló erő, ami hozzájárul ahhoz, hogy jobban megismerjük egymást a Jássában, a Nagykunsában, a Mezőtúr térségében, a Tiszazukban élők megismerhessék azt a közeget, azt a korosztályt, akivel ugyanarról a rajtkörről kell elrugaszkodni, és amihez a megyei identitásunk adja a közös alapot. Karcagon a kispályás labdarúgással és eredményhirdetéssel zárult a sportos eseménysorozat. A díjakat Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke és nagy tiszteletű Konstibor Esperes adták át. Egyébként is nagyon fontos, hogy mind az önkormányzatok, mind a kormányhivatalok akár járási vagy megyei szinten működnek. Nagyon komoly összehangolt munkát kell, hogy végezzenek most különösen, hiszen nagyon nehéz időket élünk, ez már a harmadik esztendő, ami komoly kihívásnak teszi ki mind a közigazgatást, mind a családokat, az állampolgárokat, és azt gondolom, hogy ebből a mai napból is tökéletesen visszatükröződött, hogy összhangban dolgoznak együtt az önkormányzatok és a kormányhivatalok, ami egy futballmérkőzésben a sportszerűséget és a közös élmény, valamint tényleg nem a győzelem, hanem a részvétel fontosságát, és az, hogy vigyázzunk egymásra, és a végén mindenki boldogan, elégedetten állhasson fel a dobogóra, ezt az élményt nyújtott és ezt adta vissza. A közös sikerekben vagyunk érdekeltek, a közösen megtermelt javak védelmében vagyunk érdekeltek, közösen dolgozunk a magyar emberekért, a magyar családokért, a közösségekért, és azért, hogy fennmaradjon hosszú időn keresztül a JASZ és a Nagykun identitás. Ez a két identitás a legerősebb identitása az országnak. A mai élő közel 800 éves identitásunk, azért azt gondolom, hogy mindig megtartott bennünket, és mindig egymásba kapaszkodva tudtunk kijönni a legnehezebb időkből. Ez most is így lesz. A Jászság, a Nagykunság, a Tiszazug egymásba kapaszkodva fogja túl élni, átvészelni ezeket a vérzivataros időket, és hogyha túl leszünk ezen az időszakon, akkor mindenféleképpen hálás, és mert ezt szívvel fogunk visszagondolni az ilyen alkalmakra, amikor egy picit talán felettet mi is tudtuk a nehézségeket. Egy barátságos focitorna erejéig megyénk polgármesterei, a kormányhivatal és a megyei önkormányzat tagjai, alkotta vegyes csapatok is megmérkőztek egymással. A felnőtt foci meccsen a sárga csapat 3-1-re győzedelmeskedett a kékek ellen.